Tisztelettel köszöntök mindenkit. Ugyan a meghívó a bérpotlékról szólt, de mindenképp egy kicsit, ha megengedik, távolabbról kezdeném, és több dolgot is elmondanék a szociális gyermekjóléti gyermekvédelmi területtel kapcsolatban, amely változások az elmúlt 3,5-4 év során megtörténtek. Mindenképp fontos kiemelni, hogy 2010 nyarán, amikor a kormányzást megkezdtük, akkor több dologgal szembesültünk, olyan természetű dolgokkal, amelyek sokszor úgy tűntek, hogy megoldhatatlanok, sokszor úgy tűntek, hogy bizony nagyon nagy bajok lesznek, vagy már vannak is szociális gyermekjólét és a gyermekvédelem területén, és éppen ezért ezeket szeretném egy kicsit összefoglalni, majd azt követően, hogy milyen változtatásokat tettünk meg az azt követő időszakban. Az első, ami legszembetűnőbb volt, az önkormányzatok a korábbi évek folyamatos normatíva csökkenései miatt teljes mértékben eladósodtak, és nem bírták fenntartani az intézményeiket, vagy csak nagyon nehezen. A másik, ami sajnálatos szembesülés volt, az a rendezetlen állapot, amely a nyilvántartást jellemezte, miszerint nem lehetett tudni azt, hogy egy ellátott hány helyen kap ellátást, akár bentlakásos, akár nappali intézményi ellátást. Nem lehetett tudni, hogy egy napon adott esetben egy-egy fenntartó hányszor kér le, vagy több fenntartó hányszor kér le egy ember után ellátást. Így mondhatni azt, hogy sajnos a rendszer egyszerre volt pazarló, és egyszerre persze szűkösek is voltak a források. A harmadik, ami sajnos nagyon szembetűnő volt ebben az időszakban, az intézményeink jó része, nagyon nagy része teljesen lepusztult volt, rossz állapotú volt, méltatlanok voltak az ellátás körülményei, mind az ellátottakra, mind pedig hát természetesen sajnos az ott dolgozókra is. És azt kell mondanom, hogy ennek megfelelően kellett megtennünk azokat a fontos lépéseket, amelyeknek eredményeképpen eljutottunk ebben az évben 2014. január 1-től a bérpotlékig. Tehát mindenképp, ami nagyon fontos volt, hogy az első években egyáltalán megőrizzük és megmentsük az ellátásokat. Ez arra is vonatkozott, és az is igazolta ezt, hogy az a gazdasági helyzet és pénzügyi helyzet, amelyben az ország 2010-ben kormányváltás előtt került, bizony azt vonta maga után, vagy vonhatta volna maga után, hogy sok-sok ellátást a szociális területen meg kellett volna szüntetni. Sőt, hozzáteszem, az IMF tárgyalások is sokszor azt igényelték az ő részükről, hogy bizonyos ellátásokat szüntessünk meg, hiszen nem tartható fenn a magyar költségvetés. Ezt sikerült megakadályozni, és az első éveknek talán az egyik legnagyobb eredménye volt, hogy az összes szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi területen lévő ellátás megmaradt, nem kellett egyet sem megszüntetni. A második, amellyel most szembesülhettünk, vagyis nem szembesülhettünk, hanem örömmel találkozhattunk, az az önkormányzatoknak az adósság konszolidációja, amely végre olyan helyzetbe hozta az önkormányzatokat, hogy azokat a korábbi fölhalmozott adósságokat, amelyeket az intézményi fenntartások miatt kellett elszenvedniük, azt most az állam kifizette nekik, magyarán utólag fizetett ez a kormány szocialista szabaddemokrata adósságot. A harmadik lépés az 2012-ről 2013-ra történt meg, amikor is a finanszírozási rendszer az intézmény hálózatainknak megváltozott, több lépcsőben is és több területen is. Először is az egyházi és a civil fenntartású intézményeknél a támogatások átálltak bér alapú támogatásokra, mely így az előző évekhez képest a legsúlyosabb ápoltak, legsúlyosabb gondozottak számára a nappali és bentlakásos intézményeknél 12% és 50% közötti emelkedést jelentettek. 12 és 50%, attól függ, hogy milyen ellátás, attól függ, hogy milyen súlyosságú fogyatékos vagy idős állapotú, idős embert gondozunk. A gyermekvédelem területén pedig ez a változás 7% és 20% növekedést jelentett, tehát ahhoz képest, hogy 2010-ig folyamatosan csökkentették szocialisták valóban a támogatási rendszert, 2013-ra el tudtunk kérni, még egyszer hangsúlyozom, legsúlyosabb ápoltak, gondozottak esetén mind a nappali,
mint a bentlakásos intézményeiknél 12% és 50% közötti emelkedést, míg a gyermekvédelem területén 7% és 20% közötti emelkedést. 2014-re, tehát erre az évre, január 1-től pedig újabb bővülést érhettünk el, ez pedig a bölcsödéket érintette, idén a bölcsödei ellátás támogatása, finanszírozása 20% és 30% között emelkedett, függetlenül attól, hogy civil, egyházi vagy önkormányzati fenntartóról beszélünk. És hát a negyedik nagy terület, ami mindenképp a dolgozókat, az ápolókat és a gondozókat, illetve a technikai személyzetet is érinti intézményeinkben, illetve az alapellátásban is. Ők náluk fontos volt, hogy egyrészt a munkakörülményeiken javítsunk, másrészt pedig a juttatásoknak az emelése megkezdődjön. A munkakörülmények emelésére két példát szeretnék kiemelni. Az egyik 2000 új elektromosan mozgatható ágyat készítettünk el, és adtunk át az intézményeinknek, ami óriási nagy változás volt, és mindenképp a legsúlyosabb fogyatékos, legsúlyosabb idős ellátottaknak a gondozását segíti. A másik pedig az a felújítási program, amelyet akár épületek energia, fűtés korszerűsítése, akár újak építésére, akár pedig nagyon lepusztult állapotú épületek megújítására indítottunk el. Itt két területet szeretnék kiemelni önöknek, két hatalmas nagy összeggel megvalósuló programot, amelyek már befejeződtek egy részük, van olyan, amelyik most zajlik, és van, amelyik most kezdődik el, de mindenképp az nagyon fontos, hogy a támogatásokat megkapják azok a pályázók, akik nyertek. Szociális és gyermekvédelem területén 25 és 30 milliárd forint közötti felújítások, illetve új épületeknek a megvalósítása indultak el, ami óriási nagy összeg az elmúlt időszakhoz képest, míg a bölcsöde felújításoknál, illetve újak építésére több mint 28 milliárd forintot fordított a kormány, illetve fordít az elkövetkezendő időszakban. A dolgozók munkakörülményeinek javítása mellett a juttatások emelése volt a másik fontos, amit mindenképp szerettem volna kiemelni, és ezen belül fontos, hogy a Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóság több mint 20 ezer dolgozója, tavaly év végén 54 ezer forintnyi Erzsébet utalványban részesült, melyre nem volt példa még az elmúlt időszakban, és mindenképp ki kell emelni a 2014. január 1-től bevezetett bérpotlékot, mely több mint 90 ezer szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen dolgozó embert érint. Ennek mértéke bruttó 6 és 17 ezer forint, százalékos emelkedése a 6 és 17 ezer forint bruttónak 5,4 illetve 11,4% között van, és ez mindenképp azért ilyen, mert differenciált a támogatás, vagyis a bérpotlék attól is függ, hogy ki mióta dolgozik és mi a végzettsége. Szeretném mindenképp hangsúlyozni, hogy a bérpotlék az érinti az összes fenntartót, érinti az egyháziakat, érinti a civileket, az önkormányzatokat, és érinti természetesen az állami fenntartású intézményeket. Szeretném befejezésül tényleg azt az örömöt megosztani önökkel. Múlt héten is fél tucatnyi intézményben járhattam, és mindenhol pozitívan értékelték a bérpotléknak a juttatását, lehetőségét. Mindenképp nagyon nagy öröm volt azoknak a dolgozóknak, akik most már közel 10 éve nem kaptak támogatásemelést, de mégiscsak azt kell mondanom, hogy lehetőség szerint, ahogy a gazdaság megengedi, nem eladósodásra, mindenképp meg lesz a további, és vagy folytatni kell az emelést, hiszen én magam is szeretném, hogyha többet kapnának a dolgozók, mondhatnám azzal is, jégkorong mérkőzésen szokták mondani sokszor a szurkolók, még, ennyi nem elég, tehát ezen a területen is érdemes lesz változást még továbbiakban vinni, és mindezt természetesen, még egyszer hangsúlyozom, a gazdasági helyzetnek
a tükrében lehet csak megtenni, és nem lehet az ország eladósítására, mert azt előbb-utóbb visszaveszik a dolgozóktól, előbb-utóbb visszaveszik mindenkitől. Köszönöm szépen a figyelmüket!